Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét itt a Fit Percekben. Aki nem ismer, Harmad Sebastian vagyok, és a mai edzésen egy gumiszallag lesz a segítségemre. A gumiszallaggal egy teljes testet fogunk edzeni máma. Lesz egy felső és egy alsó test is. Sorba menjünk, a fő részekre menjünk, menjünk a vára, a hátra és a lábra. Az első gyakorlatot be is mutattam. Ugye fentről kezdünk, szóval válaszunk. Az első, vából nyomás. Felfele. Szóval itt figyeljünk arra, hogy a erőkifejtéskor fújjuk ki a levegőt, visszafele szívjuk a levegőt. Na most a késsel nem szabad, hogy teljesen lemenjen, hanem 90 fokig. Felnyomjuk és 90 fokig engedjük vissza. Majd visszafele. Ebből csinálunk 15 ismétlést. Gumit lehet fogni is, de általában csak ott van, ne csúszom ki a kezünkből. Jó. Kezdőknek ajánlom a általában mindegy gyakorlatra majd mondani fogom, de nagyjából a 3x12 ismétlést. Ugye attól is függ, hogy milyen gumiszalagot használunk. Én most egy fokkal erősebbet a legyőgébnék, de nyugodtan lehet erősebb gumiszalagot is, aki már úgy érzi, hogy jobban megy neki. Másik gyakorlat, szóval egy kicsit egy oldalra állok. Ez az előremelés lesz. Itten, ugyanúgy. Egész lábmagasságig nyomjuk rá, és lassan engedjük vissza. Egyenes testtartás. És lassan. Főfele már gyorsabban, viszont lassan lefele. Jó. Ebből is úgy gondolom szintén 3 kör, 15 ismétlés az mindig elég kezdésnek. Jó, a váll megvolt, most jön a hát. Na most a háthoz az első gyakorlat, evezés. Kicsit rövidebbre fogjuk a szalagot. Feszesebb legyen. Majd kipőhöz húzzuk a szepünket, majd vissza. Belengedjük egy kicsit a vállat, és így kihúzzuk magunkat. A test az fix. Itt is a levegővétel. Erőkifejtéskor fújjuk ki a levegőt, engedjük vissza, akkor szívjuk be. Figyeljük arra, hogy a testünk felső test az 45 fokban van, egyedüljünk nagyon előre, nem nagyon egyenesen egyesedjünk ki. Nagyjából középtárgy 45 fokba. És fixen. Jó. Ebből is nagyjából 3 kör, 15 ismétlés, akár lehet 20 is,
ebből a hátizmomból lehet több ismétlést is csinálni. Mutatnám a másik gyakorlatot. Szintén rálépünk. És a döntött törzs lesz, ugyanúgy lejfogva a hát, fenék léjjel van, és ebből egyenesedünk ki, majd ugyanúgy vissza le. Vigyünk arra, hogy ne dőljünk nagyon előre, csak mellett fogva. Elsőnek a hát indul előre, és lassan hajlítsuk a lábat. Majd innen vissza. Szintén erőkifejtéskor. Szóval főfele. Üljünk ki a levegőt. Lefele szívjük be. Ebből szintén mehet a három kör, és 20 ismétlés. Ezt jól megdolgozzuk. Jó. Meg is fogd a hát is. És akkor jövünk az alsó testre, a lábra. Na most az első gyakorlat. Úgy fog kinézni, amikor a vállat kezdenénk át, de csak tarts itt a ujjszalagot, és így úgy. Kicsit szélesebb a csípőtől, szélesség, hátszélesség, és ugrunk, és vissza rá. És figyeljetek meg a lágövételre, ugyanúgy erőkifejtéskor fogjuk ki a levegőt. Nem kell teljesen leugulni, csak 90 fokig, és onnan fel. Jó. Ebből is lábból inkább mehet a 4 széria, és 20 ismétlés is. A lábat azért minden nap használjuk, így ezt jobban meg kell dolgoztatni. Jó. Mutatnám az utolsó gyakorlatot, amit majd ezt a szívecsen fogok mutatni. A gumiszalagot a hüvelykujjunkhoz rakjuk. Az egyik lábat beakasszuk. Jó, megtámaszkodunk, és feszítünk, és visszaengedjük. Nem kell lerakni a lábat, fölt van levegőre fokozatosan, és nyújtsuk ki. Kinyújtsuk, ráfeszítünk, és vissza.
ebből is szintén ajánlom a 4 szériát, vagy lábanként 15 ismétlés. Szép, lassan, nem sietünk. Teljesen nem kell felemelni, csak egyenesre. Szóval figyeljetek arra, hogy nem kell felvinni a gumit, a lábat, hanem csak egyenesre. Jó. És a másik lábbal ugyanúgy kivesszük, megigazítjuk. Ugyanúgy befogjuk a gumit, és akkor a másik láb szintén. 15 ismétlés. Ez inkább a farizomra néz. Feneket erősítjük. Jó. Készen is vagyok. Hát köszönöm szépen a figyelmetket. Tartsatok olyan legközelebb is. Sziasztok!